A Maglay Jenő Mozgalom a Polgári Szabadkáért lista mai sajtótájékoztatóján elhangzott. Szeretnék befejezni azokat a projekteket, amelyek már elkezdődtek Szabadkán és környékén. A lista vezető Maglay Jenő, aki jelenleg a város polgármestere. A népszínháznak építésnek a befejezése az mindenféleképpen prioritás kell, hogy legyen. A zsinagógának a befejezése prioritás kell, hogy legyen. A kettes vízjának a kiépítése prioritás kell, hogy legyen a Szabadkán. A regionális szeméttelepnek a kiépítése, befejezése az prioritás kell, hogy legyen, és ezeket mind meg lehet valósítani, ezeket a beruházásokat az elkövetkező 4 évben. Ezek mellett a kettes és a hetes kollektor kiépítését is tervezik, valamint a Palicsi tavat is kitisztítanák. 22 kilométernyi szennyvízcsatornát építenének ki Palicson, így nem a tóba kellene elvezetni a szennyvizet. Továbbá a turizmust is fejlesztenék beruházók segítségével, amellyel egyúttal új munkahelyeket is teremtenének. A lista körülbelül 20-25%-a szerb nemzetiségű, és körülbelül 30-35%-a horvát. A listán lévők számának mintegy 40%-a magyar. Nincsenek jó és jobb magyarok, és nincsenek rossz és rosszabb szerbek vagy bunyevácok. Nem így kellene hozzáállni ezekhez a kérdésekhez. Egymást meg kell, hogy becsüljük és tiszteljük ebben a közösségben. A Maglay Jenő Mozgalom a Polgári Szabadkáért lista a 8. helyen szerepel a szabadkai önkormányzati választáson.